Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Fogadóra, és köszöntöm a stúdió vendégét, a Ziegler frakció önkormányzati képviselőjét, dr. Cinege Imrét. Köszöntöm még egyszer, képviselő úr, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszöntöm Önt is, és köszöntöm a kedves nézőket is. Képviselő úr, mielőtt még a költségvetésről is, meg minden másról szót váltanánk, én arra kérem, hogy egy kicsit tekintettel arra, hogy gyakorlatilag most fél ideje van ennek az önkormányzati ciklusnak, egy kicsit tekintsünk vissza az elmúlt időszakra, évekről beszélhetünk végül is. Hogyan értékeli az eltelt időszakot? Engedje meg, szerkesztő úr, hogy egy személyes mondatot mondjak az elején. Tegnap, amikor a Kossuth szobor előtt álltam, akkor átvillant az agyamon, hogy 1730 óta élnek Cegléden a rokonaim, a felmenőim, az apám. Tehát ez azt jelenti, hogy én erre büszke vagyok, de felelősséget is ad rám, és ezt a felelősséget szeretném most itt is megmutatni, az, hogy mit mondok. Nem csak a 2,5 évről, hiszen amikor országgyűlési képviselő voltam, rendszeresen eljártam, tehát amikor most tárgyaltuk a költségvetést, akkor a 2007-es költségvetést megnéztem. Legelső gondolat. Ez az önkormányzati rendszer, ami jelenleg működik Magyarországon, antagonisztikus ellentmondásban van azzal a központi rendszerrel, amit a Fidesz működtet. Miről beszélek? A központosítás és a munkaalapú társadalom erőltetése az nem passzol, nem illik a nagy önállósággal bíró önkormányzatoknak. És ez rányomja a bélyegét. Leginkább két dolog. Az egyik a finanszírozás. Amikor csatlakoztunk a helyi önkormányzatok európai kartájához, akkor benne volt, hogy a több pénz az címkézetlen legyen. Tehát az önkormányzatnak legyen pénze. Tehát amikor egy család elkölt 100.000 forint jövedelemből 95-öt, és csak 5.000 forint van szabad elkölthető, akkor ez nem egy jól működő rendszer. Ebből azt a következtetést vonom le, hogy persze, hogy azt szeretném, hogy kormányváltás legyen, de akármilyen kormány lesz, az önkormányzati rendszerhez hozzá kell nyúlni. Meg kell határozni, hogy milyen jogosítványai vannak, és hozzá kell rendelni azokat az anyagi javakat, amivel ezt el tudja látni. Február közepén elfogadta a képviselőtestület a 2022. évi költségvetését egy tartózkodással. Igen. Dr. Cinege Imre tartózkodott. Igen. Öné a szó. Igen, lényegében ez az első néhány mondat, ez lényegében magyarázza, de még egyet mondok. Amikor ezt a költségvetést tárgyaltuk, akkor a polgármester úr és a hivatal elkészítette úgynevezett prioritási sorrendű, szabadon felhasználható összeget, ez kb. 500 millió volt. Erre behajott a Fidesz frakciónak egy másik sorrendűségű prioritása, amelyben nagyon sok összevisszaság volt. Gondolok a Hold utcának a vízcsapadék elvezető rendszerére, amelyiket teljesen szörnyű, mert a közepét csinálták volna meg, úgyhogy se oda nem folyt volna víz, se nem tudott folyni a víz. És hogy nem értik a fideszes képviselőtársaim is se, hogy mit jelent az önkormányzatiság, azzal magyarázom, hogy úgy eszkuzálták magukat, hogy elköltenek 500 milliót, hogy ó, az csak 500 millió. Pedig azt kellett volna mondani, hogy nem 500 milliót kéne szabadon elkölthető pénzzel rendelkezni, hanem annak a sokszorosát. Tehát amikor én tartózkodtam, abban benne volt, hogy hogyan tárgyaltuk, például nincs összeg, hanem indok a Fidesz frakció részéről, higgyük el, mert itt nagyon okos és régóta meglévő képviselők ülnek. Számomra ez nem elfogadható. Tehát amikor én tartózkodtam, az nem azt jelenti, hogy nem támogatom a város különböző létesítménynek a működését, hanem inkább az, hogy nem vagyok megelégedve az összeggel, és nem vagyok elégedve a móddal, ahogy ezt elfogadtuk. Legutóbbi beszélgetésünk kapcsán akkor még úgy fogalmazott, hogy levelező tagozatként működött a képviselőtestület, hiszen akkor kényszerpályá volt, hogy nem tudtak összeülni, akkor úgy fogalmazott, hogy formájában és tartalmában kiüresedő önkormányzat, erről beszélt. Akkor tulajdonképpen ezt még fenntartja? Gyakorlatilag úgy gondolom, hogy fenntartom azért, mert
az önkormányzat nem felel meg azok a feltétele, a működési feltételek nem felelnek meg azoknak, amiket elvárunk tőle. Tehát nem tudjuk bevonni a Cegléd-város lakosságát a közös munkában, mert nincs hozzá anyagi fedezet. És van még egy dolog, amit az előbb nem mondtam, és ezt is szeretném most hozzátenni. Én elfogadom, hogy az egyéni képviselőknek vannak igényei. Természetes. És azért, hogy minden képviselő kapjon valamit, abban a hibába esik az önkormányzat, hogy ahelyett, hogy egy ilyen összevont terv szerint meg koncentráltan megvalósítani valamit, ide is pöttyintünk valamit, meg oda is pöttyintünk valamit. Így keletkeznek a Kossuth-Ferenc utcán a 6 méteres útfelújítások meg. Tehát ezért én azt gondolom, hogy a finanszírozáson ezért is kell változtatni, és a módszeren azért, hogy ha kitalálunk valamit, a város, akkor koncentráljuk és valósítsuk ezt meg. Ha az északnyugati csapadékvíz elvezető rendszerre gondolok például, akkor annak fejezzük be. Az összes malomtószéli árokba beszélyező utcáknak a csapadékvizét meg kell oldani. Ez sikerült elintézni, de ez például nem volt benne a költségvetésben, csak az én javaslatomra, hogy például a Hold utca is belekerüljen. Ha visszagondolok, hogy én mit ígértem, vagy mit kértem a polgármester úrtól 2,5 évvel ezelőtt, vagy mi voltak a tervek, az első, be kell valami, nem sikerült. Az első dolog az, hogy utána nézek, hogy miért nem építik az M4-esről a Kecskemét felé vezető utat. Addig, még ezt nem építik meg, Cegléd belefullad a rengeteg gépkocsiba. Jászberényi út, Széchenyi út, Alszegi út, Felszegi út. Ez nem sikerült információt szerezni, ha kormányváltás van, sikerült. Ha azt nézem, hogy mit kértem, akkor meg azt mondhatom, hogy optimista vagyok, vagy megelégedett, mert a csengettyűs temető előtti áldatlan állapotok megszüntetését, hiszen térdig érő víz volt, a Sorház utca, ott csak egy út van, annak a új alakítását, és egy nagyon fájó, mint Ceglédi, hogy sokat sétálok ott a környezetemben, hogy a víztornyok előtti hatalmas gödröknek a megszüntetése. Tehát amikor az előbb azt mondtam, hogy egy lépésben kell gondolkodni, akkor az úgy gondolom, hogy a csengettyűs temető utcájának a megvalósításával együtt a víztorony előtti területet is meg kell, hogy a vízlefolyás biztos legyen, hogy amikor bejön valaki a városba, ne azzal szembesüljön, hogy térdigérő tócsák állnak a víztorony előtt. Képviselő úr, úgy kezdtem, hogy fél idejéhez érkezett ez az önkormányzati ciklus, akkor még egy kicsit én arra kérem, hogy beszéljen akkor az előttünk álló jövőről és a második fél időről, így mondjam azt, hogy sportnyelven szólva. Ezt a második fél időt erősen befolyásolja az, ami a világpolitikában történik. Az, ami most a orosz-ukrán háború címen van. Hogyha nem lett volna orosz-ukrán háború, akkor is a feladatunk az lett volna, hogy az Unióhoz csatlakozva, annak a lehetőségét kihasználva a város közvetlenül fordulhasson különböző pénzekhez. De fel kell készülni arra, hogy energiaszegénység lesz, fel kell készülni arra, hogy áremelkedés lesz, és fel kell készülni arra, hogy minden lehetőség, amit az Unió kínál a megújuló energiában, az okosváros programban, különböző elnevezésekkel fut ez angol rövidítéssel, az ellen, a SECAP, stb. Nem akarom mutatni a kedves nézőket. Tehát előre kell menekülnünk, mert abban esetben, hogy ezt nem használjuk ki, a források elapadnak. Tehát amikor én a második fél évre gondolok, akkor arra gondolok, hogy odafigyelni a város mindennapos dolgaira, hogy hogyan történik a rekonstrukció. Például ne forduljon elő az, ami a mostani ciklusban előfordult, hogy a kerékpáros felüljáró eredeti kiírásával ellentétben nem különálló hídon mennek a kerékpárosok, hanem az egyik oldalon szabályosan kerékpár úton, a másik úton pedig kerékpár sávon, mindez 90 millió ért többé. Tehát a képviselőnek a feladata az, hogy hozzon jó ötleteket, hozzon olyan döntéseket, amiből a város vagyonát védi. Én például azt javasoltam, és ezt elfogadta a polgármester úr is, és elfogadta a Fidesz frakció vezetője is, hogy ha eladunk valamit a városból, akármilyen anyagi
tehát akármiről legyen szó, annak bizonyos százalékán tegyük talomba, azért, mert ez lesz az az összeg, amivel mi az Európai Unióhoz a lehetséges pályázati forrásokhoz meg lesz anyagi fedezetünk. Képviselő úr, valóban csak 20 másodpercben, mert gyakorlatilag letelt a műsoridő. Mit várhatunk járványügyben? Olvasni most már sajnos megint azt, hogy a világ egyes táján ismét fellángol. Csak röviden, mi erről a vélemény? Köszönöm szépen a kérdést. A kérdés azért fontos, mert nincs itt az ideje, hogy most fellélegezzünk, és azt mondjuk, hogy örökké hátunk mögött van a járvány. Valóban Kínában egy olyan típusú törzs alakult ki, amelyik nagyon-nagyon-nagyon veszélyezteti az embereket, ezért szigorú intézkedések vannak. Hongkongban a napokban a napi esetszám meghaladta az 50 ezret. Tehát én azt szeretném kérni, hogy figyeljük oda, amit a szakemberek mondanak, hangsúlyozom, a szakemberek, nem a megmondó emberek, mert a kettő közt minőségi különbség van. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy nálunk kell. Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézők, ez volt a Fogadóra, köszönöm figyelmüket.